időközben azt az információt kaptam, hogy tovább bővült a csatlakozó szervezetek száma. Itt van közöttünk Mészáros Méri, a Szolidaritás elnökségi tagja is. Most pedig Varga Gergő következik, ő a Demokratikus Koalíció Miskolci önkormányzati képviselője. Miskolc az a város, ahol szégyenszemre egy orvos nyert trafikjogot. Egy orvos cigarettát fog árulni a betegeinek. Hogyan fogja meggyógyítani őket? Varga Gergő következik. Kedves barátaim, a nemzeti együttműködés rendszerében nem értelek benneteket. Folyton fanyalogtok, nektek semmi nem jó. Nem vagytok hajlandóak tudomásul venni, ha a vezérnek jó, nektek is jó. Látom, ti is jól érzitek magatokat, van még mit felvenni, talán már ettetek is márva valamit. Most azt hallom mindenkitől, hogy ez a cigarettasztoni nem tetszik. Meg hogy mutyi filter. Addig hisztisztek nyavajogtok, míg kijön innen mellőlünk a Lévai utcai székházból egy vaníliás karikának öltözött nemzeti érzemű gyilkos, és jól helyre tesz benneteket. Hát ez kell nektek? Most idejöttök, meg fogtok tapsolni engem, pedig én csak a kedves vezetőnk dicsőségét zengem. Az én szívem igenis tele van büszkeséggel. Büszkeség feszíti. A tieteket meg a lábon kihordott infarktus. Én például igenis boldog vagyok, hogy olyan korban élek, amikor új igék születnek. Főnévi igenevek. Főnévi igeneve, trafni. Én trafok, te trafsz, ő trafik. Ő is csak akkor trafik, ha fideszes. Különben nem trafik. Úgy is mondhatnám, az erősebb kutya trafik. Mi trafunk, ti traftok, ők trafnak. Trafnak rá. Az ország harmada szavazott rájuk, de kétharmaduk van, tehát 100% az övék. Mi bajotok van? Ez sima matek, ti is kiszámoltátok már ezerszer. Árassza el tehát lelketeket a honleányi és honfiúi lelkesültség, hogy itt lehetünk, mint passzív dohányosok. Övék a dohány, mi szívunk. Mit vártok? Akinek nincs trafikja, az annyit is ér. Meg lehet élni 47 ezer trafikból, éljen az unortodox nemzeti dohánybolt. De fogadjunk, nem tudtátok, de ez is egy ige, dohánybolt. Bolt nincs. Összeült a Fideszes Központi Bizottság, és eldöntötték, hogy kinek legyen valamije, és kinek ne legyen. Hallom mindenhonnan azt mondjátok, hogy ez egy maffia. Pedig az a bajotok, hogy nem vagytok fideszesek. Ha azok lennétek, ti is trafhatnátok. Ehelyett azt kiabáljátok, hogy Orbán maffia és trafik kormány. Nem tudtátok, hogy ezek ilyenek? Nem itt éltek 20 éve? Vagy meghat titeket a Navracsics Tiborc panasza? Hofi már régen megmondta, miért lopnak. Hagyománytiszteletből. Okvetlenkedtek, aprehendáltok, tiltakoztok, demonstráltok, tüntettek folyvást, pedig az új rendszer tele van újításokkal. Mert bemegy például a kiskorú magyar, az új fideszes, akarom mondani, nemzeti trafikba, kér egy fagylaltot, mert itt már azt is lehet kapni, kérem. Erről a pulttalól elugrik egy békemenetes, hogy egy fideszgárdista, és letartóztatja a tulajdonost, mert kiszolgálta a gyereket. Mert ki tudja, hogy a hideg nyalóka mellé vette dohányt is, vagy nem. Ki fogja ezt ellenőrizni? A terror elhárítók? Vagy mindenhova Orbán Viktor álljon? Mert hogy lesz itt akna munka, az biztos. A gazuniós imperialisták mindenhol ott vannak. A nemzetközi helyzet is fokozódik. Az unió például azt nem érti, hogy a család tisztelete és a katolikus értékek egyenlővé váltak azzal, hogy minden héten kidől egy fideszesről, hogy veri a nőket. Nézem a savanyú arcotokat, éneklitek, hogy hamvadó cigaretta vég, és hogy titeket is égbe dobtak el. Voltatok boldog lángolók, most a szobátokban magatok vagytok, és merengtek a múlt ütemén. Pedig elég lett volna megbecsülni a múltat. A 8 évet. Igen, azt a 8 évet, amikor még a trafikosnak nem kellett fideszesnek lennie, és még jobban is éltél. Igen, ez az időszak, amikor Gyurcsány volt a miniszterelnök. Nézd meg a számláidat. Akkor fizettél-e kevesebbet, vagy most? Nézd meg, mennyi volt egy kiló kenyér, a benzin, a tej, a tojás? Akkor tudtál egy kicsit félretedni, adni zseppénzt a gyerekednek vagy az unokádnak? Vagy most?
De miket beszélek? A végül kijön a savazós pacák innen a székházból, és jól leöt minket valamivel. Valami maszlaggal. Tehát inkább büszke vagyok. Végül is jó ez így. Cigi és fagyi egy helyen. Egyszerre lehet nyalni és szívni. Igaz, nem mindegy, melyik a mire szóltunk. És lesznek még itt csodák. Lehet majd a fideszes trafikban előbb-utóbb nemzeti ételt és italt is kapni, rántott húst és pálinkát. Majd az lesz a szöveg, hogy ne a multinál vedd meg, hanem a magyarnál. Ami azt jelenti a fideszesnél. Addig is dolgozz, kegyelmesség birtokán, legyél cselér, és várd meg, amíg aktuális lesz a vicc. Megérkezik a fideszes vezérkar az aratásra. Az öreg ebben éppen kaszál. Nézi ám ezt a fideszes földes úr, akarom mondani, országgyűlési képviselő és polgármester, és azt mondja, bátyám, ez mind nagyon szép, de ha hátára egy gerebjét szerelne, akkor hatékonyabb lenne a munka, hiszen össze is tudná szedni mindazt, amit lekaszált. Az öreg ember felteszi a gerebjét, és vonszolva magát, csetlibotlik, de ugyan halad előre. A földes úr nézi, majd megszólal. Bátyám, két élő kasza kellene, mert így az egyik húzásnál nem kaszál semmit. Erre az öreg megszólal, hát a tökömre viharlámpást ne kössek, hogy még éjszak is dolgozhassak. Szóval, kedves barátaim, itt a nemzeti együttműködés rendszerében semmi okotok az aggodalomra, és a hiszti meg végképp. Menjetek haza békével, áldjátok a semmilyen Zsoltot, hogy csak védett állatra, de emberre még nem kért vadászati engedélyt. Aztán eljön az idő, kb. Egy év múlva. Menjetek el szavazni. Akarom mondani, fideszül szavazni. Különben elfolyik a dohány és a lé. Döntsétek el, meddig akartok még szívni, nehogy jövő májustól csak nyalni lehessen.